jöttünk kóstolni. Helyes, akkor nagyon helyes. Jöttünk. Görögdinnyét kóstolhattak a kertvárosiak Lőrinc napján augusztusban. Népszerűsíteni szeretnék a helyi termelők portékáit, ezért is szervezték meg az eseményt, mondja a 15-ös választókerület képviselőjelöltje. Hát szeretnénk a kampányban is megmutatni azt, hogy itt Kertvárosban, a lakótelepen is van a helyi terméknek becsülete, szeretik a pécsiek. Annál is inkább, mert ugye aki itt él, annak nincs kertje, ahol meg tudja termelni. Néhányaknak van kis kertje, de legtöbb embernek nincsen saját termelési lehetősége, ezért aztán a szupermarketekbe veszi meg a zöldséget, gyümölcsöt. Miközben pedig a helyi termelők itt nem messze tőlünk megtermelik. Volt is már korábban, még amikor mi vezettük a várost, helyi termelői piac itt Kertvárosban, és lesz is. Ez most tulajdonképpen egy ilyen bevezetése, vagy újra visszahozása ennek a műfajnak. Láthatóan népszerű is, úgyhogy majd hamarosan egy hónap múlva a Merinda Parkban megismételjük. Kővári János szerint több lehetőséget kell adni a helyi termelőknek a pécsi Kertvárosban. Ezért terveik szerint több árusítóhelyet alakítanának ki a város részben. Piacon nagyon kevés a termelő, sajnos egyelőre inkább viszonteladók vannak, akik nem a magyar terméket vagy a helyi terméket árulják. Egyrészt ezért is szükséges, másrészt azért Kertváros elég nagy ahhoz, hogy egy piacra járjanak, tehát nyilván több területén majd megjelenünk a termelőkkel. Idén a meleg miatt hamarabb leérik a dinnye, ezért már az utolsó napokat éljük a dinnye szezonból, mondja a Baranyai Agrárgazdasági Kamara elnöke. Egy kis figyelem felhívó még a jó minőségű baranyai dinnyére, máskor általában szeptember közepéig, szeptember 15-20-áig szokott kitartani, sajnos ez az idén nem így fog, de az időjárás az úgy is lehet mondani, egyik felét ad, a másik felén elvesz, mert a minőségben meg nagyon jó lett a sok napsütéses óráknak köszönhetően, de a termésmennyiség az egy picit gyengébb lett, de a gazdálkodók elégedettek lehetnek, sajnos a dinnye még egy erős két hetet fog kitartani, ez azt jelenti, hogy augusztus 25 környékén sajnos vége lesz a baranyai jó minőségű dinnyének. Azt, hogy hány tonna termet ebből a gyümölcsből nem lehet most megmondani, de a mennyiség elég volt a helyi fogyasztás kielégítésére, mondja az elnök. Kevesebb termett az időjárásnak, mert máskor, ha azt nézzük, tavaly az égeső volt sajnos, akkor az vitt el a dinnyét, ilyen picit a hőség miatt lett kevesebb, de a termelők egy 5-10 hektárral több dinnye van regisztrálva Baranyavár megyében, tehát a mennyiséggel nem volt baj. Baranyát bőven elláttuk, jutott más megyékbe és jutott még más országokba is. Azért ezen a 120 hektáron azért egy jó pár tonna, jó pár kamion dinnye megtermett. Az augusztusi Lőrinc napra még jutott dinnye, a kertvárosi akcióra mintegy 500 kg-ot adtak a helyi termelők. Lőrinc napja szeptemberben is lesz, 5-én. Ez az a nap a hagyomány szerint, ami után már nem jó a dinnye, mert Lőrinc belepisült. Azonban idén szeptemberre már nem lesz az ormánsági gyümölcsből az időjárás miatt.